Köszöntöm nézőinket! Értékeink címmel ma is a Tolna megyében megvalósuló fejlesztéseket szeretnénk közelebb hozni Önökhöz. A beruházásokhoz a területfejlesztési operatív program 27,5 milliárd forintos Tolna megyei kerete biztosítja a forrásokat, és a pénzből megvalósuló fejlesztések nem egyszer elválaszthatatlanok azoktól az értékektől, melyeket a Tolna megyei Értéktár Bizottság az elmúlt időszakban lajstromba vett. Ezúttal Paks és Tamási környékén barangolunk, tartsanak velünk! 3 nyertes fejlesztési pályázattal is büszkélkedhet Gerjen községe. A település a közintézmények korszerűsítésére fordítja az összeget, ami hozzávetőlegesen 500 millió forintot jelent. A tervek közt szerepel az óvoda felújítása, bölcsőde létrehozása, a helyi általános iskola korszerűsítése és egy egészségház építése. A 3 projekt legnagyobbika az új óvoda és bölcsőde építése, ez 396 millió forintból fog megvalósulni. A jelenlegi óvoda épülete jelentősen leromlott, mind esztétikai, mind szerkezeti viszonyait tekintve. Az új épületben bölcsődei szolgáltatást is bevezetnek, ami eddig nem volt a településen. Területet az általános iskola mögött kap majd, ezzel is elősegítve a település rendezést. Én azt gondolom, hogy egy fantasztikus lehetőség a településünk számára, hiszen a korábbi épület az gyakorlatilag olyan szinten leromlott állapotúvá vált, hogy a felújítása elég nagy költségeket emésztett volna fel, és én azt gondolom, hogy a törvényi előírásoknak sem felelt volna meg maximálisan ahhoz, hogy egy modern körülmények között tudjanak a gyerekek ellátásban részesülni, oktatásban, ellátásban. Így nagyon boldogok voltunk, amikor megtudtuk, hogy nyertes pályázatot tudhatunk magunk mögött. Annyit kell tudni még erről a pályázatról, hogy ugye a Paksi atomerőmű bővítését mi is nagyon várjuk itt a településen, és hát azt gondolom, hogy ez az új intézménynek a megépítése már ennek a jegyében is fog elkészülni. Egy megnövekedett lakosságszámmal is számolunk, illetve hát a bölcsődei szolgáltatás az pedig egy plusz eddig a településen nem létező szolgáltatás lesz majd a jövőben. Én nagyon bizakodó vagyok abban, hogy a jövő év nyarán legkésőbb ez az épület együttes el tud készülni. A másik közoktatási intézményekkel kapcsolatos felújítás a helyi általános iskola energetikai korszerűsítése lesz. A jelenlegi iskola épülete korszerűtlen és több helyen is javításra szorul. Erre a célra 48 millió forintot nyert a település. Ennek nagyon nagy szüksége volt, hiszen olyan elavult technológiájú gázkazán található az intézményben, ami óriási költséget emésztett fel az elmúlt időben, hogy az intézményünket fűteni tudjuk. Nyilván ez egy nyilászáró cserével is párosul majd. Számtalan ablakunk kitört állapotban volt az elmúlt időben, ezeket cserélgettük, de sajnos a hatásfokot már nem éri el, ami szükséges ahhoz, hogy tényleg egy költséghatékony épületet tudjunk fenntartani. És hát nyilván ide párosul majd egy napelem elhelyezés az épületen, illetve egy új szigetelést fog az épület kapni. Így azt mondom, hogy az energetika mellett nyilván egyfajta esztétikai javításon is át fog esni az épület, és hát tényleg egy új óvodabölcsőde, egy új, megújult általános iskolával azt gondolom, hogy fantasztikus oktatási intézményt tudhatunk majd magunkénak. A 3. nyertes pályázatból a településen egy egészségházat alakítanak ki 50 millió forintból. A polgármester szerint a legnagyobb igény és szükség erre a fejlesztésre volt. Jelenleg a védőnői ellátás a könyvtár és a körzeti megbízotti iroda mellett található. Ezek helyére szeretné a település a háziorvost, illetve a fogorvost telepíteni, hogy így egy helyre kerüljön az alapfokú egészségügyi ellátás. A pályázat keretein belül új eszközök beszerzésére is sor fog kerülni, illetve hát egy modern épületet tudhatunk magunknak, ami szintén azt gondolom, hogy nagyon fontos a Paksi atomerőmű bővítése szempontjából, hiszen egy megnövekedett lakosságszám esetében nyilván megnövekedett igény mutatkozik arra, hogy egy modern épületbe tudják igénybe venni az egészségügyi alapfokú ellátást. Gerjen értékei közé sorolható a település napja, amit hosszú ideje minden évben megrendeznek, egy szüreti mulatsággal egybekötve. Ezen a napon minden településen élőt természetesen meghívunk, illetve hát a környékben élőket is szeretettel várjuk ezen a rendezvényen. Ilyenkor a népviseleteinkbe öltözve vonulunk végig a településnek az utcáin. Hát ugye a hagyományainkat tisztelve próbáljuk meg ezt a rendezvényt minden évben lebonyolítani.
Fellelhetőek különböző borok is, melyeknek kapcsán borversenyeket szerveznek, emellett a község büszke kézműveseire is, főként Kozák Évára. Az ő kezemunkáit szokták ajándékozni a településre érkező vendégeknek. Gerjen önkormányzata korábban vásárolt egy ingatlant, amiből a tervek szerint tájház lesz, ahol a településen fellelhető értékeket szeretnék kiállítani, megőrizni. Egyelőre a pályázati lehetőséget várják a kialakításához. A helyi termékek gyártásában és népszerűsítésében látják a falu tovább élésének, fejlődésének zálogát Nagyszokolyon. Az egykor 2300 lelkes településen ma már alig 900-an laknak. Az önkormányzat célja, hogy megélhetést adjon a föld a helyieknek. Szörpöt, lekvárt készítenek, savanyító üzemük és tésztagyáruk is van, a hulladékból pedig állatokat nevelnek. Az első időszakban csak a föld és a munkaerő volt adott Nagyszokolyon, ebből nőtte ki magát mára a szinte önellátó falu. Nem csodát tettek, csak azt, amit diktált a józanész, és meglátják, a rendszer minden elemének létrejöttét alá lehet támasztani. Adva van az ember, adva van a föld, lám ebből csináljunk valamit. És akkor ugye, ahogy mondtam, elkezdtük a zöldség gyümölcstermesztést, ugye most már saját magunk termelünk ugye epret, málnát, ribizlit, medgyet, barackot, szilvát, sorolhatnám igazából, talán most már a minden meg Magyarországon honos gyümölcs rendelkezésünkre áll, és ugye mivel dömping időszakok jönnek, mert hát ugye nem mondhatjuk egyiknek se, hogy te most ekkor ennyit teremjél meg annyit, ugye akkor mindig piaci kiszolgáltatás volt, tehát a piac diktált nekünk, nem mi a piacnak, viszont ugye az nem jó, mert hát nem mindig tudjuk akkor jó áron eladni, és akkor jött az, hogy hát magasabb fokozatba kapcsolunk, hozzáadott érték, jobban eltartható, tovább kiegyensúlyozottabb az értékesítés, és akkor ugye létrejött a feldolgozó üzemünk, ahol ugye a lekvárokat, szörpöket, savanyúságot állítottunk elő, illetve befőttet, viszont ugye ott mindig keletkezett egy kis felesleg, ami ugye az első körben úgy tűnt, hogy hulladék és szemét, és akkor hát ne legyen szemét meg hulladék, akkor jött a gondolat, hogy hát ezt otthon mindig megették az állatok, hát akkor a közösségben is meg tudjuk ezt csinálni, és akkor jött első körben a baromfi meg lásd csodát, tojást hozott. És akkor hát mi csináljunk a tojással? Jó, hogy el lehet adni, de ugye tehát most azt mondom, hogy egy fél éve viszonylag jó a tojásnak a piaci ára, de akkoriban nem volt jó, és akkor jött az ötlet, hogy csináljunk házi tésztát. Ugye első időszakban kézzel, tehát teljes hagyományos módon, de viszont olyan jól sikerült ez a történet, hogy olyan mennyiségi igény lépett fel, hogy ezt nem tudtuk teljesíteni, és akkor jött a tésztaüzemünk. De ugye egyre többet termeltünk, tehát ugye zöldséget és gyümölcsöt is, hogy említettem, a piac mindent nem vitt el, egyre több lett a feldolgozás, egyre több lett ugye az úgynevezett hulladék, ami aztán takarmány lett, ugye a baromfi esetében, akkor jöttek a sertések, aztán jöttek a birkák, aztán jöttek a lovak, hogy ugye ne traktorra kelljen ketyerészni a takarmányt behordani, meg innen a kertből a zöldséget, vagy éppen a palántát kihozni, hanem ugye ezt a lovacskák szépen megtették nekünk, és hát ugye segítették a munkánkat, meg hát segítik is, amikor szükséges. Tehát tulajdonképpen így állt össze ez a dolog. Közétkeztetésbe, éttermekbe, kisboltokba is szállítják már a Sólyom márkajelzésű helyi terméket. Nagyszokoly neve a szláv szokol szóból ered, magyarul Sólymot jelent, innen az elnevezés. A kezdetek óta eltelt pár évben sokat fejlődött Nagyszokoly kisgazdasága. Új hűtőházat alakítottak ki az egykori katolikus iskolában. A mínusz 40 fok alatt működő sokkoló és a többi hűtőkamra könnyebben szervezhetővé teszi a munkát. Gurulósra lefagyasztod, és akkor ugye, amikor meg akarod felhasználni, akkor szépen kienged, és elméletileg azt mondják, hogy majdnem olyan, mint a friss. Kint pedig új raktárakat létesítettek, de még így is kevés a hely. Arrébb a tésztaüzemben pedig már nem kézzel, hanem géppel folyik a termelés. A kéztésztát is így szárítják, aztán megy a csomagolóba és a raktárba. De elsősorban azt szeretem, hogyha nem a raktárban megy, hanem mindjárt ugye a szállításra megy az autóba, aztán rögtön tudjuk kiszállítani valamelyik üzletbe, mert igazából nekem az a legszimpatikusabb, hogy nem raktározni kell, hanem rögtön megy az értékesítésre. A cél itt is a bevétel termelése, mégsem ez az elsődleges, hanem a falu közösségének fejlesztése fenntartható formában.
Nagyon sok volt a munkanélküli, 127 emberrel kezdtük ugye a közfoglalkoztatásba ezt az egészet. No, 127 embernek az, hogy árkotásson, meg földutat rendezgessen, meg a környezetet szépítse, ez is nagyon jó, meg is csináltuk, de hát ez ugye egy passzív történet, tehát ez hosszú távon nem fenntartható. Ugye azért gondolkodtunk a mezőgazdaság, illetve az állattartásban, meg az üzemekben, hogy ha esetlegesen a start már olyan szinten megszűnik, mert hála jó Istennek, tehát ugye az évek során látjuk, tehát 127 emberrel kezdtünk, akinek akkoriban nem volt más lehetősége, tehát a legnagyobb foglalkoztató itt a településen ugye az önkormányzat volt. Utána lettünk 86-an, aztán 53-an, most a következő etapban pedig 43-an leszünk, de viszont tehát ebből látszik, hogy nagyon sokan visszakerültek a tényleges munkavilágába, tehát a versenyszférába, és nagyon-nagyon büszkén mondhatom, hogy most már többségük meg is állja a helyét. Nagyszokolyon a legtöbben más városokba járnak dolgozni. A cél, hogy a több gyerekes szülők közül legalább az édesanyákat helyben tudják foglalkoztatni, hogy a munkába járás ne legyen a gyereknevelés akadálya. Ehhez az kell, hogy a szociális szövetkezetben végzett munka fenntartható legyen akkor is, ha nincs hozzá pályázat, ezért folyamatosan fejlesztenek. A legújabb egy értékesítési pont létrehozása volt. Siófok közelében az út mellett sikerült kialakítani egy kisboltot, ahova ha betérnek az arra járók, megvásárolhatják a nagyszokói földjavát. A település persze a legújabbkori története mellett büszke lehet múltjára és hagyományaira is. A vallási sokszínűség megtanította az együttélésre az embereket, ma is három tornya van Nagyszokolynak. A református, katolikus és evangélikus egyházak mindegyikének saját iskolája volt. Ma mégis az az egyik nagy álom, hogy talán a közeljövőben újra nyithat az állami iskola. Az óvodások folyamatosan növekvő száma már jó előjelnek tűnik. Ha nagy dorogon járunk, egyaránt fellelhetjük a múlt értékeit és a jövő korszerűsítéseit. Az értékek fenntartásának és népszerűsítésének érdekében önálló helyi értéktárbizottság is alakult, de fontosnak tartják azt is, hogy a település korszerűsítéseket hajtson végre, amelyre pályázatokat nyújtott be a terület és település fejlesztési operatív programba, melyek közül hármat is pozitívan bíráltak el. 2015-ben egy 4 főből álló helyi értéktárbizottság alapult, akik folyamatosan dolgoznak a helyi értékek felfedezésén és rendszerezésén. A munkánk során sokat kutatgattunk, illetve meglévő anyagokat próbáltunk felhasználni, amelyek megtalálhatók a Nagydorogi Önkormányzat honlapján, illetve a községi könyvtárban papír alapon. Hogy mi alapján gyűjtjük, kategorizáljuk ezeket az értékeket, lehetnek agrár és mezőgazdasági értékek, kulturális gyűjtemények, életmód, sport, egészség, ipari építmények, aztán ami ezekbe a kategóriákba nem fér bele, egy teljes települési értéktárként is megjelenhetnek ezek az értékek. Eddig 11 értéket gyűjtött össze a bizottság, ezekből a megyei értéktárba került a nagydorogi református templom, a Sztárai Kehely, a Szégyenkő és a Szenesi Legelő, illetve a Kalap és Sipka Múzeum. Az értéktárnak nagyon-nagyon fontos célja az, hogy nem csak a helyi értékeket őrizzük meg, hanem egy kicsit közösségformáló szerepe is van, egymáshoz közelebb hozza a különböző korosztályokat, van turisztikai és gazdasági jelentősége is. A későbbiekben még terveink között van, szerepel az, hogy nem csak a megyei értékek által gyűjtött anyagokat nézzük meg, hanem településünkön Nagydorogon is szeretnénk egy értéknapot szervezni, amin bemutatnánk azokat az értékeinket, amit a település lakossága produkál számunkra, illetve egy úti könyvet szeretnénk Nagydorogról készíteni, egy kicsit, aki ide látogat Nagydorogra, nekik is könnyebben be tudnánk mutatni értékeinket. A református templom egy védett műemléki érték. A templom kerítése előtt található a Szégyenkő, mely sárgás szürke homokkőből készült. A Szégyenkő a szigorú egyházfegyelmet szimbolizálja, amely a közösségek erkölcsi életének legfőbb szabályozójaként működött. A történelmi értékek mellett nagy elismerésnek örvend a Stockinger Artúr és a munkásságára épülő Kalap és Sipka Múzeum.
Artúr atya egyre bővülő fejfedő gyűjteményét eleinte csak a látogatói ismerhették meg. A falu népének azonban egyáltalán nem volt ismeretlen a gyűjtemény, mert Artúr atya rendszeresen hordta a kalapokat. Célja az volt, hogy a falu népe is megismerhesse a távoli kultúrákat. A kiállításon jelenleg közel 150 kalap és sipka látható, Tunéziától Dél-Amerikáig számos kultúra fejfedőit felelhetik a látogatók. Az értékek mellett fontos a település fejlesztése is. Három nyertes topos pályázatot is maga mögött tudhat a település. Összesen 335 millió forintot nyertek el, melyből az egészségházat szeretnék felújítani, a csapadékvíz elvezető rendszert fejleszteni és egy új piaci árusítóhely kialakítását is tervezik. Alapból három pályázatot adtunk be a topos pályázatokba. Szerencsésen mind a három pályázatunk nyert. Ez köszönhető, úgy érzem, a mostani kormányzásnak, hiszen alulról szerveződve alakítottuk ki a pályázatokat, tehát nem központi irányításból azt mondták, hogy már pedig csak erre lehet pályázni, hanem mi kitaláltuk, hogy mit szeretnénk, és ehhez sikerült megtalálni a forrásokat, és ez alapján tudtunk pályázni. Ezt külön egyeztettünk a megyével is, illetve nagy segítséget nyújtottak benne az országgyűlési képviselők is, akik ebben a munkában részt vettek. Egy közösen kialakított koncepció alapján adtuk be a pályázatunkat, és így ezt be is bizonyította, hogy mindenki egyetértett vele, a három benyújtott pályázatunkból mind a három nyert. A legnagyobb beruházás a térségi szintű piaci árusítóhely kialakítása lesz. A település jelenleg nem rendelkezik piactérrel, ezért a község egy fedett piaccsarnokot fog építeni, ahol a termelők egy kultúrált, fejlett területen tudják majd árusítani terményeiket. A község második legnagyobb beruházása a belterületi csapadékvízelvezető rendszer fejlesztése lesz. A településen néhol nincs árok, ezért a csapadékvíz rendszeresen problémákat okoz, ezt szeretnék megszüntetni. A harmadik fejlesztés az egészségház felújítása, korszerűsítése lesz. A projektre mindenképp szükség lett volna, mivel az épület nem rendelkezik mozgáskorlátozott bejárattal, illetve mosdóval, emellett a pályázat keretein belül az épület felújítása is meg fog történni. Kovács György elmondása szerint a fejlesztések legnagyobb célja, hogy megtartsák a közösséget Nagydorogon, és hogy fenntartsák a település mikrotérségi vezető szerepkörét. Pincehelyen szintén fellelhetőek értékek, legyen az a hagyományos népviselet, vagy a nagymúltra visszatekintő lovas sport, és itt is elengedhetetlennek tartják, hogy a település megfeleljen a modern kor életszínvonalának. Ezért pályáztak, és a TOP programban két fejlesztési elképzelésüket is támogatták. Fejlesztéseit tekintve Pincehely három pályázata nyert, melyek közül egyik a gondozási központ, vagy ahogy a helyiek ismerik, az idősek otthonának fejlesztése. Itt történik az idősek nappali ellátása, az étkeztetésük, a házi segítségnyújtás, a gyermekjóléti szolgálat és minden ilyen szociális dolog, ami a más területekre nem köthető. Azért nagyon fontos ez a felújítás, szerintem az országos statisztikához is igazítva nálunk is egyre idősödő a lakosság, és egyre több idős, egyedül élő ember van, aki magára marad, és segítségre szorul már a mindennapokban is, és ezeknek a kiszolgálására szeretnénk ezt bővíteni és fejleszteni. Az épületet teljesen megújítják, nyílászárókat, hőszigetelést fognak cserélni, akadálymentesítés, infokommunikációs rendszerek beszerelése, de még egy új ételszállító gépjármű vásárlása is a fejlesztés része lesz. Emellett az időseknek színesebb mindennapokat teremtő kellékeket is fognak vásárolni, mint szövőszék, varrógép és számítógépek. Erre a célra a Pincehely 68 millió forintot nyert el. Emellett szintén pályázati pénzből a közutak felújítására is sor fog kerülni, hozzávetőlegesen 536 millió forintból. Szerencsére útfelújításokban is gazdag lesz az elkövetkezendő pár esztendő. A Pincehely és Ozora összekötő utat teljes szélességeiben fel fogják újítani, és új aszfalt burkolatot kap, illetve a 61-es főút belterületi szakasza is felújításra fog kerülni. Ezek ugye közúti tulajdonban vannak, a Magyar Közút tulajdona, ettől függetlenül nagy öröm a helyi lakóknak, hogy új utakon tudnak majd közlekedni. Bízunk benne, hogy a jövőben az önkormányzati tulajdonú utakat is tovább tudjuk újítani.
Ezen kívül a település egy vidékfejlesztési pályázatban is nyert a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója nevet viselő pályázattal. Ez a Csehfalvi kúria felújítását jelenti, mely a település életében egy meghatározó szerepet játszó épület. Történelmi szempontból Vörösmarty Mihály itt írta a Zalán futása című művét, és itt joggyakornokoskodott. Ez az épület ad színteret a gyerektáboroknak, festőművészeti táboroknak, vagy akár néptánci táboroknak is. A felújítás célja egy néprajzi és falu múzeum létrehozása, majd a későbbiekben egy szálláshely kialakítása. Közösség szempontjából az idősek otthona révén új munkahelyek fognak betöltésre várni, a kúria által pedig a gyerekeknek egy helyi üdülési lehetőség fog kialakulni. A község értékei közé sorolható a Csehfalvi kúria, amelyben állandóan megtekinthető a pincehelyi hagyományos népviselet, illetve a gazdák által régen használt eszközök. Vörösmarty Mihályra emlékezve egy külön szobor és egy külön szoba is található az épületben, melyben Vörösmarty Mihály munkái találhatóak meg. A település további értékeit tekintve meghatározó jelenség egy hagyományos népi viselet, a pille. A pille egy fejdísz, melyet a kapos és koppányvölgyi településeken az asszonyok viseltek. Erre a hagyományra Pincehely már 4 éve Pille-fesztivált rendez. Úgy mondhatni már hagyománnyal alakult, és a környező települések is mindig részt vesznek rajta, és nem csak magát a pillét mutatjuk be, hanem a települések és a kistérség népviseletét, illetve a régi hagyományosan készített ételeket és akár kézi szerszámokat is. A településen nagy jelentőséggel bír a lovassport is. Ez főként egyesületi kereteken belül folyik. Fekete Gábor Pincehely polgármestere szerint elismerendő az is, hogy a születi fesztiváljukon 50-60 lovas fogattal vonulnak fel, és az is, hogy a helyi lovasnapokon minden évben közel 500 ember jelenik meg. Nagy elismerésnek örvend az is, hogy a 2018-as évben az országos póni versenyt is Pincehely rendezi meg. Ennyi érték fért mai műsorunkba. Következő pénteken Szekszárd környékére invitáljuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!